Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, minden régi tagot és új érdeklődőt egyaránt. Én Busi Sándor vagyok, és a következő 35-40 percben a TX-en legütőképesebb, leghatékonyabb induló programját, a dinamikus start programot szeretném egy kicsit új megjelenésben megmutatni. Ugye azokkal a fontos információkkal kiegészítve, amelyekkel az elindulása óta bővült a program. A DSP ötlete néhány évvel ezelőtt született, és maga a program 2014-ben indult el Európában. Ugye a program hátteréről annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy a DSP nem volt a része a DXN eredeti marketing tervének. A DSP ötletéért és megvalósításáért ugye teljes egészében Kócsó Lászlót illeti minden elismerés. Ugye a dinamikus start program, hogy a nevében is benne van, egyrészt a gyors és lendületes elindulást támogatja az üzletépítésben, de ezen túl egy kiváló eszköz a későbbi bevételek növelésére is, ugye később erről is fogok beszélni. Ugye a DSP legnagyobb erőssége, hogy arra a helyzetre képes azonnali megoldást biztosítani, ha valaki a csatlakozást követően nagyon gyorsan szeretne komolyabb, előre pontosan tervezhető bevételhez jutni. Ugye régebben gyakran előfordult, hogy valaki olyan élethelyzetbe került, hogy azonnali bevételekre volt szüksége, kereste a különböző lehetőségeket, de végül nem a dx ben találta meg a megoldást, mert a hálózati jövedelemmel nem igazán tudott rövid távon és kiszámíthatóan tervezni. Ugye a DX-en alapmarketing terve fantasztikusan működik, és nagyon stabil, folyamatos bevételt biztosít, akkor, ha már van egy kialakult fogyasztói hálózatod, amit szorgos munkával felépítettél, de nagyon gyakran ennek a munkának csak néhány hónap elteltével válik kézzel foghatóvá az eredménye. A dinamikus tartprogram pedig arra kínál megoldást, hogy erre az első néhány hónapra sem maradj bevétel nélkül, és úgy tudj belevágni a hálózatépítésbe, hogy már az elején megvan arra a lehetőséget, hogy komoly bevételeid legyenek, sőt, hogy a DX-en egyedülálló módon a bónuszaidat is Hetente elszámolja, és kifizeti neked az első hónapokban. Így ugye egyetlen egy hétre sem maradsz bevétel nélkül, akár főtevékenységként is foglalkozhatsz a DXN-nel, hiszen az első pillanattól kezdve figyelemreméltó jutalékod lehet, és a DSP-vel zökkenőmentes lesz az a rövid időszak az az átmenet, ami kialakul a passzív jövedelmet biztosító hálózatod. Ugye ezek a leginkább hangsúlyozott tulajdonságai a DSP-nek, bár nem csak új belépőként, hanem akár régi tagként is megéri dolgozni vele, ugye a program bármely időszakban képes komoly mértékben növelni az eredményességedet és a bevételeidet. Ugye mindenki, aki dolgozott már valaha vállalkozóként, vagy bármilyen más jutalékos rendszerben, az megtapasztalhatta már a saját bőrén, hogy magas jutalékot, vagy magas nyerességet akkor lehet bármilyen területen elérni, ha valaki nagyértékű forgalmat tud létrehozni. És ez ugye a dég szemben sincs másképp, és ahhoz, hogy a cég bónuszt tudjon fizetni, ahhoz természetesen termékforgalomra van szükség. És hát sajnos ránk is érvényesek a matematika szabályai, tehát ahhoz, hogy a cég magas jutalékot tudjon fizetni, magas termékforgalomra is szükség van. Ugye magas termékforgalmat pedig, Rövid távon nem könnyű létrehozni a DXN termékeivel, hiszen ugye a, a cég termékei a mindenki által könnyen megfizethető alacsony árkategóriákban szerepelnek, ami inkább a hosszú távú stabil üzlet és a hosszú távú stabil bevétel szempontjából kedvező. És ugye itt jön a képbe a DSP, ami egy egyedülálló megoldást kínál a kezdeti nehézségek áthidalására, és lehetővé teszi a számodra, hogy már a csatlakozás pillanatától kezdve magas forgalmat tudj létrehozni, ugye extra magas bónuszért cserébe. A DSP arra a helyzetre nyújt egy nagyon különleges egyedi megoldást, hogy hogyan értékesíts nagyobb mennyiségű terméket egy vásárlónak úgy, hogy közben ő azt érezze, hogy ennél jobb ajánlatot még soha életében nem kapott. Ehhez pedig olyan előre összeállított termékcsomagok állnak a rendelkezésedre, amelyekkel úgy tudsz dolgozni, hogy ugye nem kell az embereknek abba az 1%-ába tartoznod, akik bármit képesek eladni bárkinek, és a módszerekben sem válogatósak, hanem elég abba a 99%-ba tartoznod, akinek csak annyit kell mondania egy érdeklődőnek, hogy én egy olyan csomagot tudok neked adni, ami nem kerül egy filléretbe sem. Szerintem ezt bárki meg tudja tenni. De mielőtt belemerülnénk a részletekbe, ugye nézzük meg, hogy pontosan milyen termékcsomagokról is van szó. Ugye hat különböző értékű termékcsomaggal, vagy más néven kittel tudsz dolgozni, amelyek közül az első a DSP A kit. Ugye ez jelenleg a legmagasabb értékű DSP termékcsomag, amelyik 9 féle termékből összesen 41 csomag DXN terméket tartalmaz, és ugye ennek minden részletét itt láthatod a dián. Ez egy kimondottan kávé központú csomag, hiszen ugye kávéból van benne a legtöbb, összesen 30 csomag kávét tartalmaz, valamint kokozit, spirulinát, RG és GL kapszulákat, fogkrémet, szappan, tehát a legnépszerűbb DXN termékeket. Ugye nagyon fontos információ, hogy a csomagban lévő termékek árában és SV értékében semmilyen változtatás nincs, és ugye első látásra csak egy ingyenes tagsági regisztráció szerepel a csomagban kedvezményként, de ez még korán sem minden. Hamarosan rá fogok térni a csomagok különleges tulajdonságaira is. Ugye a következő kit a DSP A1 nevet kapta a keresztségben, és ez egy az A kithez hasonló értékű csomag, bár annál egy kicsit szélesebb termékkínálattal. Ugye ebben a csomagban összesen 27 darab termék található, amelyek szintén mind a DXN legnépszerűbb és legkelendőbb termékei között vannak. És ez a csomag talán a legjobb lehetőség arra, hogy egy vásárló azonnal a legszélesebb termékpalettával ismerkedjen meg. Ugye ebben a csomagban a kávék és teák mellett nagyobb mennyiségű étrendkiegészítő és személyes higiéniai termék is található és ugye természetesen ez a csomag is tartalmaz egy ingyenes, teljes értékű tagságot biztosító regisztrációt is. Ugye a következő a DSP B kit, ami az értékét tekintve már egy alacsonyabb árkategóriájú csomag, 21 darab népszerű termékkel, amelyek ugye az összes többi csomaggal összhangban itt is mind a, a DXN legkedveltebb termékei, és ez a csomag kiváló választás lehet annak, aki a, a kávé, teha, forró csoki mellett ugye szívesen kipróbálná az RGGL kapszulákat, a spirulinát, kordicepset, az oroszlán és ugye a személyes higiéniai termékeket. Ugye a B kitnek is van egy másik változata, a DSP B1 kit, amely értékben szintén hasonló, de termék összetételében nagyon különböző a B csomagtól. Ugye ebben a csomagban hangsúlyosabb az étrend kiegészítők szerepe, a spirulina, a cordyceps és a lion's mellett nagyon mennyiségű ganoderma kapszula és por is található benne, és ugye szappan, fokrém és az elmaradhatatlan ajándék tagsági regisztráció is benne van. A következő a sorban a DSP-C kit, 10 darab termékkel, egy alacsonyabb árkategóriában, ugye három csomag kávéval, kokozival és kisebb kiszerelésű ganoderma kapszulákkal. És ugye ez a csomag szintén kiváló lehetőség bárkinek, hogy kipróbáljon néhány terméket, ugye megismerkedjen a cég húzó termékeivel, és ugye a legkedvezőbb feltételek mellett jusson ezekhez. És ugye természetesen ebben a csomagban is a DX-en átvállalja a tagsági regisztrációnak a költségét. És ugye a C-Kitnek is van egy testvére, a DSP-C-1-kit, amelyben ugye ismét a Ganoderma kapszulák ki a főszerep, és ugye ez a csomag azoknak egy kiváló megoldás, akik számára nem igazán a kávé az igazi vonzerő, hanem kimondottan egészségcentrikus megközelítésből szeretnének kipróbálni néhány terméket. Ugye ez a csomag 8 darab terméket tartalmaz az ingyenes tagregisztráció mellett. Tehát ez a 6 különböző értékű termék kittál a rendelkezésedre, ezekkel tudsz a csatlakozás után azonnal magas forgalmat létrehozni, és extra jutalékra szert tenni. De nézzük meg ezeket a csomagokat egy másik szempontból is, ugye a vásárló szempontjából, hiszen ugye jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy miért vásárolna bárki 10, 20, 30, 40 termékből álló DXN termékcsomagokat. Ugye más MLM cégeknél ez általában úgy működik, hogy már-már művészi szintű kreativitással hitetik el az emberekkel, hogy az üzleti sikerük egyetlen lehetséges módja ugye a nagyértékű beszálló csomag megvásárlása. Mi viszont szerintem mindannyian azért dolgozunk a DX-ben, mert mi ugye szeretünk az első vásárlás után is jó érzéssel a csatlakozóink szemébe nézni. Ezért a DSP csomagokhoz kapcsolódó előnyök ugye olyan, olyan ö, különleges kedvezményeket tartalmaznak, amelyek én azt gondolom, hogy minden túlzás nélkül egyedülállóak az MLM világában. Ugye a világon sehol máshol nincs példa arra, hogyha egy vásárló megvesz egy termékcsomagot, akkor a cég minden üzleti elvárás nélkül visszaadja neki a csomag teljes árát. Vagyis igazából teljes egészében ingyen adja a nagyértékű termékcsomagot. Én azt gondolom, hogy ez már önmagában egyedülálló dolog, pedig ugye itt még nincs is vége a kedvezményeknek, ugyanis nem csak, hogy ingyen van a termékcsomag a vásárló számára, de Dx-en még plusz pénzt is ad hozzá ajándékba. Tehát amikor vásárlóként valaki azon gondolkodik, hogy melyik DSP csomagot válassza, akkor igazából azt kell csak eldöntenie, hogy mekkora értékhez szeretne ingyenesen hozzájutni. De nézzük is meg, hogy mit is jelent ez ugye konkrétan <kül> számokban. Ugye a legnagyobb értékű A és A1 kittek esetében a csomagvásárlója 150% kedvezményt kap, és ez a kedvezmény ez négy évig vehető igénybe a vásárlások 10%-áig. Tehát ha valaki vásárol egy A vagy A egy csomagot, akkor a csomag értékének a 150%-át fogja visszakapni, ami ugye mindkét esetben közel 300 ezer forintot jelent. És hogy is működik ugye ez a gyakorlatban? A vásárló megveszi az ákitet, a cég pedig biztosít a számára egy olyan levásárolható keretösszeget, amelynek az értéke ugye a csomag árának a másfélszerese. És ez a keretösszeg, ez bármikor felhasználható a későbbi vásárlások alkalmával, ugye a számla értékének a 10%-áig, tehát minden egyes későbbi vásárlás esetén a cég 10% kedvezményt ad a számla értékéből, így a vásárló ugye a mindenkori törzsvásárlói árnál 10%-kal olcsóbban tud termékhez jutni. És ugye ezt a kedvezményt 4 éven keresztül korlátozás nélkül használhatja, ugye egészen addig amíg az ajándékba kapott egyenlegét teljesen fel nem használja arra, hogy több százezer forint értékű termékhez jusson hozzá teljesen ingyen. És ugye ilyen módon nem csak a csomagárát kapja vissza teljes egészében, hanem ugye az alcsomagok esetében az ár másfélszeresét. Ugye a B és B1 csomagok esetében a csomagok értékének 130%-a lesz a kedvezmény, és ugye ezt három éven belül lehet felhasználni. A C és C1 kitek esetében pedig a csomagok értékének a 110%-a használható fel a következő két éven belüli vásárlások alkalmával. <kül> Tehát valaki csatlakozik egy C csomaggal, kifizeti ennek az árát, és utána egyszerűen felhasználhatja, elköltheti azt az ajándékba kapott összeget, amely 10%-kal magasabb, mint a vásárolt csomagára. <kül> Tulajdonképpen ez ennyire egyszerű és mégis különleges lehetőség, ami jelenleg a világ egyetlen más MLM cégénél sem működik, ugye kizárólag a DXN tagok számára érhető el. És ugye mivel ez a program az európai DXN országok, DXN országok többségében szintén működik, ami azt jelenti, hogy bárhol lehet vele szponzorálni, de a kedvezményt ugye mindenki csak abban az országban fogja tudni, érvényesíteni, elkölteni, ahol a kitet megvásárolta. Ugye fontos szabály, hogy DSP csomagot kizárólag új belépő vásárolhat, ezért nagyon javasolt minden új érdeklődőt részletesen tájékoztatni, mert ha valaki mondjuk csak a regisztrációja után szerez tudomást arról, hogy csomagot is vásárolhatott volna, akkor ugye később már nem fog tudni hozzájutni, és ilyenkor akár joggal neheztelhet is a szponzorára, ugye az elmaradt tájékoztatás miatt. És ugye mivel mind a hat DSP csomag ingyenesen tartalmazza a tagsági regisztráció díját is, ezért én azt gondolom, hogy nem szerencsés DSP csomag nélkül regisztrálni, hiszen ha szembeállítjuk egymással azt a két lehetőséget, amikor valaki kifizeti a regisztrációt, és vesz egy csomag kávét, vagy pedig vesz egy DSPC csomagot, akkor az illető egyenlege ugye az első esetben úgy néz ki, hogy a kezében van egy csomag kávé, a zsebéből pedig hiányzik a regisztráció díja, a második esetben pedig van a kezében 9 darab DX-en termék, plusz egy levásárolható egyenleg, az újabb 8-10 darab termék ingyenesen. Ugye én azt gondolom, hogy nem is lehet kérdés, hogy melyik kéri meg jobban. A következő fontos kérdés, hogyha már döntöttél, akkor hogyan vásárolhatsz DSP-et. Ugyanis erre is többféle lehetőséged van, és a regisztráció módját majd az szerint kell kiválasztanod, hogy mi az, amit tenni szeretnél. Ugye az első lehetőség, hogy akár személyesen a, a DXN központban, akár az interneten online, Kitöltöd a regisztrációs adatlapot, és azonnal rendelsz mellé egy DSP csomagot is. Ugye ebben az esetben a tagsági regisztrációd és a vásárlásod ugyanazon a napon történik. Ugye a második lehetőség csak abban az esetben működik, ha az interneten az ingyenes online regisztráció lehetőségét használod, tehát csak a regisztrációs adatlapot töltöd ki. És küldöd el, de nem vásárolod meg mellé a kezdőmappát, tehát nem fizeted be a csatlakozási díjat. És ugye, ha ilyen módon regisztrálsz, akkor kapsz 14 napot arra, hogy eldöntest, hogy melyik DSP csomagot szeretnéd megvásárolni. Sőt, ugye ebben az esetben azt is megteheted, hogy kipróbálsz néhány terméket, mielőtt döntesz, és ebben a rendelkezésedre álló 14 napban, ugye korlátlan alkalommal és korlátlan mennyiségben vásárolhatsz dx termékeket, ugye kipróbálhatod, megkóstolhatod a kávékat, kipróbálhatod bármelyik terméknek a hatását, és így sokkal könnyebben ki tudod majd választani azt a csomagot, amelyik a legnagyobb mennyiségben tartalmazza a kedvenceidet. Ugye egy dologra kell csak nagyon odafigyelned, hogy a regisztráció napjától számított 14 naptári napon belül vásárod meg a kiválasztott DSP csomagot és ugye a félreértések elkerülése véget a 14 naptári napba beletartoznak a hétvégék és az ünnepnapok is, tehát erre nagyon érdemes odafigyelni. Tehát ugye azt már tudjuk, hogy vásárlói oldalról milyen különleges kedvezményeket tartalmaznak a DSP csomagok, de nézzük meg azt is, hogy mit jelent ez hálózatépítői oldalról, és milyen extra bónuszokhoz lehet hozzájutni a különböző DSP csomagok értékesítésével. És ugye itt is kezdjük a DSP A csomaggal, amelynek a paraméterei itt a doboz oldalán láthatóak. Ugye itt szerepel az ára, a pontértéke és az SV értéke, és ugye hálózatépítőként számunkra a legfontosabb szám ebben az esetben is az SV érték, hiszen ebből származik a bónusz, amelynek ugye a felosztása a következőképpen néz ki. Ha közvetlenül értékesítesz egy A akkor az ebből származó jutalékod ugye a csomag SV értékének a 60%-a lesz, ami már ugye önmagában is egy nagyon szép összeg. Ha pedig az alsó vonalatban egy első mélységben lévő munkatársad értékesít egy ácsomagot, akkor ennek pedig 10%-a lesz a te bónuszod és ugye ha a második vagy harmadik mélységben lévő munkatársaid értékesítenek további ácsomagokat, akkor ugye minden egyes ilyen mélységben eladott csomag SV értékéből 5% bónuszt fogsz megkapni. Ugye egy DSP B kit esetében ugyanez fog történni, a saját közvetlen eladásod jutaléka ugye itt is 60%-os bónuszt jelent, természetesen ugye a csomag SV értékéből, és az első mélységben keletkező forgalom jutaléka is ugyanúgy 10%, és ugye 5-5% a harmadik és negyedik mélységek DSP forgalmából. A c esetében pedig ugye szintén változatlan a bónusz felosztás és a csomag SV értékének megfelelő 60-10 és 5%-ok -ok kerülnek kifizetésre ugye a csomagok eladása után jutalékként. Ugye a DSP bónusz kifizetés rendszere pedig ugye teljesen, teljes mértékben azt a törekvést támogatja, hogy egy új csatlakozó, aki már az első hónapban komoly bevételt szeretne elérni a DXM-ben, ezt valóban meg is tudja tenni, sőt, akár hetente fel tudja venni a keletkező bónuszait ugyanis az első szintű 60%-os bónuszok esetében az elszámolás és a bónusz kifizetés ugye az heti rendszerben működik, ami azt jelenti, ugye, hogy ha te értékesítesz egy csomagot, akkor az értejáró bónuszt már a következő héten akár el is költheted. A második, harmadik és negyedik szintű bónuszokat pedig ugye havi elszámolási rendszerben, mindig a hónap követően fogja kifizetni a cég. Ugye itt a dián láthatjátok még a DSP bónuszok elszámolásának a naptárrendszerét is, ami négy részre osztja a hónapot, és így pontosan kalkulálható mindenki számára a jutalékfizetés időpontja. Ugye ha értékesítesz egy csomagot, akkor egyértelműen meg tudod állapítani, hogy ez a dátum szerint melyik hétnek számít, és a következő hét lesz a bónuszot kifizetésének a hete. És a DSP használatával, valamint ezzel a bónusz kifizetési rendszerrel ugye pontosan meg tudod tervezni, pontosan ki tudod számítani, hogy milyen havi jövedelmet szeretnél. Ugye csak azt kell eldöntened, hogy hány darab DSP csomagot fogsz értékesíteni egy hónapban, ugye olyan vásárlónak, akinek igazából ez a csomag nem kerül egy fél sem. És természetesen ugye DSP-vel dolgozni és a DSP-utalékokhoz hozzájutni is olyan módon lehet, hogy nem kell az induláskor pénzt fektetni az üzletbe. Hiszen a DSP kittek értékesítéséhez ugye nincsen semmiféle vásárlási kötelezettség. Tehát senkinek nem kell ahhoz DSP csomagot vásárolnia, hogy DSP csomagot értékesíthessen. Ugye a regisztrációt követően azonnal el tudsz kezdeni pénzt keresni a DSP-vel. És ez nagyon fontos, hiszen ugye általában senki nem azért csatlakozik egy MLM céghez, mert pénzt akar költeni, hanem inkább azért, mert pénzt akar keresni. És ugye a DXN erre valódi lehetőséget tud biztosítani mindenféle kockázatos vagy soha meg nem térülő befektetés nélkül. Ugye nagyon fontos szabály, hogy minden új csatlakozónak 12 hét áll a rendelkezésére ahhoz, hogy DSP csomagokat értékesítsen. THP feltételekkel. Ugye ez egy start program, ahogy a nevében is benne van, és a program legfontosabb célja az, hogy komoly bevételhez juttassa az induló hálózatépítőt, ugye arra a rövid kezdeti időszakra, ami kialakul a stabil hálózata. És ugye a program 12 hét alatt lehetővé is, lehetővé is teszi azt, hogy ha valaki tényleg komolyan dolgozik a programmal, akkor a negyedik hónapban a program lezárulása után már az alapmarketing származó bónuszával is elégedett legyen, hiszen ugye a csomagforgalom folyamatosan terelődik át a hagyományos marketing tervbe, és természetesen ugye a mélységi DSP forgalmak is működnek a harmadik hónapon túl is. Sőt, ugye a 12 hét letelte után is lehet DSP csomagokat értékesíteni, viszont akkor már nem jár értük extra DSP jutalék, de ugye az alapmarketing terv szerinti jutalékot azt ki fogja fizetni a cég minden csomag forgalma után. Ugye nagyon fontos információ, hogyha egy új tag regisztrál és dolgozni szeretne a DSP-vel, akkor a csatlakozás dátumával még nem indul el azonnal a, ugye az a 12 hetes időszak, amikor csomagokat értékesíthet, Ugye ebbe a 12 hétben nem számít bele a csatlakozás hete. Tehát a regisztráció hete az mindig a nulladik hét, és az ezt követő hét lesz az első DSP-hét a 12-ből. Amire érdemes még odafigyelni, az a személyes 100 pont értékű forgalom minden hónapban, ugyanis ez a hagyományos marketing tervelőszhangban a DSP bónusz kifizetésnek is a feltétele. Ugye főként a direkt eladásokból származó 60%-os bónusz esetében fontos információ, ugye a heti bónusz is abban az esetben kerül kifizetésre, ha a csomag értékesítésének a hetében már megvan a 100 pont értékű személyes forgalom. Tehát ha valaki értékesít egy átcsomagot mondjuk a hónap első hetében, és megvan a 100 pontja is, akkor a következő héten ugye kifizetésre kerül a DSP bónusza. Ha viszont csak ugye az utol, hónap utolsó hetében teljesíti az illető a 100 pontot, akkor a DSP bónusza is csak ezt követően kerül majd kifizetésre. Ha pedig ugye valaki egy adott hónapban egyáltalán nem teljesíti a 100 pontját, akkor sajnos abban a hónapban elveszíti a DSP bónuszát, ugye a bónuszok sajnos nem vihetők át a következő hónapra. Ugye a DSP mint a hagyományos marketingterv kiegészítése részben ugye független az eredeti marketingtervből, részben pedig szorosan kapcsolódik, hoz, kapcsolódik, is hozzá, ami azt jelenti, hogy a DSP csomagok által generált SV forgalom az ugye nem jelenik meg a, az alapmarketingtervben, hiszen ugye a forgalom után a maximális bónuszt a DSP-ben fizeti ki a cég. A DSP csomagok pontértéke viszont minden esetben beleszámít az eredeti marketing terv szerinti karrier szintek eléréséhez szükséges pontértékekbe, ami egyben ugye új táblatokat is nyithat bármi, bárki számára, hiszen ugye 9 darab eladott DSP A csomaggal akár néhány rövid hét alatt Star agent lehet válni. És hogy milyen eredményeket lehet kihozni egy ilyen programból, arra ugye itt egy egyszerű számítás, ami abból a feltételezésből indul ki, hogy hetente egy eladott TSP ácsomag esetén, ugye mi történhet egy hónap alatt. Tehát, ugye feltételezzük azt, hogy minden héten értékesítesz egy ácsomagot, és ugye ez másolódik a hálózatodban nem tovább, csak egy hónapon keresztül. Ugye ebben az esetben az első héten semmi más nem fog történni, mint az, hogy egy eladott tárcsomag után ugye meg fogod kapni a 60%-os bónuszodat. Ugye jön a második hét, amikor ugye szintén eladsz egy csomagot, és ugye az, akinek az előző héten eladtál, ugye szintén értékesít egy álcsomagot, ugye működik a másolódás, ebben az esetben ugye a második hét bónusz egyenlege már összesítve látszik a dián. A harmadik héten pedig ugye ugyanez a folyamat már egy új direkt és három mélységi belépült jelent, és ugye ha minden a terv szerint működik, akkor a harmadik heti bónuszod is a képen látható módon fog alakulni. A negyedik héten pedig ugye szintén értékesítesz egy átcsomagot, és ugye ugyanez másolódik a csoportodban is, ugye ezzel a hálózatod létszáma a negyedik hónap végére már 15 főre növekszik, és a negyedik havi bónuszod is ennek megfelelően fog alakulni. Tehát a, ugye összesítve az első hónap végére már van egy kisebb hálózatod, és már az első hónapban hat számjegyű a jövedelmed. Tehát az első hónapban meg tudod keresni ezt az összeget úgy, hogy tulajdonképpen négy embernek értékesítesz egy olyan csomagot, ami tulajdonképpen ingyen van, és ez másolódik a hálózatodban is egy hónapon keresztül. És ugye egy kicsit tovább merészkedünk a lehetőségek tengerében, és azt feltételezzük, hogy ez akár három hónapon keresztül is működhet. Akkor ugye a harmadik hónap végén ez már egy igen komoly összeget jelent a bónusz egyenlegeden. És igazából ugye itt jár le a 12 hét, amik közvetlenül értékesítheted a DSP csomagokat, de a DSP bevételeid itt ugye nem állnak meg, hiszen a mélységi utalékok még 36 héten keresztül érkeznek hozzá, tehát ha az első 12 hétből ki tudod hozni a maximumot, akkor összesen 48 héten keresztül fogsz tudni nagyon komoly jövedelemhez jutni, csak a DSP keretein belül. És ugye mivel ebben a folyamatban a forgalom folyamatosan áthelyeződik a hagyományos marketing tervbe, így rövid idő alatt ott is nagyon komoly és stabil havi bónuszot keletkezik a csomagok hatására. Ugye ebben a példában nem számoltunk tovább a harmadik hónapnál, mert a, a cél nem az volt, hogy minél nagyobb számok kerüljenek a diákra, sőt, ugye készült egy alacsonyabb kalkuláció is, ami tényleg nem számol különleges képességekkel vagy körülményekkel, hiszen ugye nem biztos, hogy mindenki a magáénak tudja érezni azt a gondolatot, hogy el tud adni hetente egy ácsomagot. Ugye lehet, hogy van olyan, aki inkább azt tudja elképzelni, hogy hetente más-más értékű csomagokat tud értékesíteni. Ezért a következő példa azt a lehetőséget mutatja meg, hogy milyen bónuszokkal számolhat az, aki az első héten mondjuk egy H-csomagot értékesít, a második héten egy B-csomagot, a harmadik héten pedig egy C-csomagot, és így tovább ebben a körforgásban dolgozik a csomagokkal egy hónapon keresztül, és ugye ugyanez másolódik a csoportban is. Ugye ebben az esetben az első hét az ugyanúgy kezdődik, te eladsz egy H-csomagot, és azért ugye meg fogod kapni a közvetlen értékesítésért járó 60%-os bónuszodat. Ugye a második héten már egy B csomagot értékesítesz, és az előző heti vásárlót pedig ugye elad egy A csomagot, a harmadik héten pedig te eladsz egy C csomagot, és a hálózatodban is folyamatosan működik a másolódás, ugye a negyedik héten ismét egy A csomagot értékesítesz, a munkatársaid pedig vegyesen A, B és C csomagokat, és ezzel ugye a negyedik heti bónuszod is Megérkezett. Ugye a teljes első hónap eredménye pedig ebben az esetben is egy hatszámjegyű összeg, ami én azt gondolom, hogy egy nagyon szép bónusz akkor, ha az első havi bevételről beszélünk egy emelem És amint látjátok, nem volt szó irreálisan magas számokról, vagy teljesíthetetlen feltételekről. És ugye ezen a dián pedig az látható, hogy mi történik akkor, ha még két hónapon keresztül folytatódik ugyanez a metódus, és ugye a csapat nem áll le, hanem tovább pörög a kisebb-nagyobb csomagok értékesítése. Ugye a csapat további 8 héten keresztül folyamatosan dolgozik azokkal a csomagokkal, amelyek tulajdonképpen ingyen vannak. Ugye természetesen ezek a példák mind a legoptimálisabb eredményekkel számolnak, és ha te most azt gondolod, hogy ugyanezekkel a számokkal nálad biztos, hogy nem működne, akkor számolt ki azt, hogy milyen bónuszod lehet például akkor, ha mindennek csak a felét tudod magadra nézve igaznak gondolni, vagy akár az egyharmadát. A lényeg, hogy amit el tudsz képzelni, azt kezd el megvalósítani, és használd ki a rendelkezésedre álló 12 hetet arra, hogy minél előbb megélhess a DXN jutalékaidból. Végül pedig arra is mutatnék egy példát, hogy miért éri meg a harmadik hónap letelte után is dolgozni a DSP-vel. Ugyan sajnos nekem is az a tapasztalatom, hogy amikor valakinek lejár az első 12 hetes időszaka, és már nem kap extra bónuszt a DSP csomagok értékesítése után, akkor azt gondolja, hogy a számára már nincs túl nagy lehetőség ebben. Ami ugye egyrészt azért nem igaz, mert ugyan valóban csak, 12 hétig lehet közvetlenül értékesíteni a csomagokat, de az első három, három hónap aktivitása az még 36 héten keresztül fog bevételeket termelni. Ugye 12 hétig eladom a csomagokat, de utána még három mélységen keresztül részesedek a további elő, eladásokból. 36 héten keresztül. Másrészt, és ugye most inkább erre szeretnék egy példát mutatni, hogy mit tudsz kihozni a DSP-ből akkor, ha már rég túl vagy az első három hónapon, vagy akár már évek óta az üzletben vagy. Ugye az első dolog, ami biztos, hogy továbbra is működni fog az, hogy bármikor tudsz DSP csomagokat értékesíteni. Ugye igaz, hogy nem kapsz érte DSP bónuszt, de ha eladsz egy A csomagot, akkor meg fogod érte kapni ugyanazt a bónuszt, mint hogyha egyesével adtad volna el a benne lévő termékeket. Tehát továbbra is megteheted, hogy úgy adsz el termékeket a vásárlóidnak, hogy ez nekik nem kerül semmibe. Ezen túl pedig e, ugye érdemes abban támogatnod az új munkatársaidat, az új csatlakozóidat, hogy legyenek aktívak a DSP csomagok értékesítésében, hiszen ugye ez nem csak nekik jó, e, neked is ugyanolyan jó, teljesen mindegy, hogy mióta vagy az üzletben, ez a te számodra is nagyon komoly bevételt jelenthet. Ugye az előbb láttátok, hogy milyen eredményeket lehet elérni egy három hónapos ABC csomagtervvel, most pedig ugye érdemes megnézni ugyanennek a tervnek a számait egy olyan esetben, amikor neked már nem jár a közvetlen értékesítés bónusza, de egy közvetlen munkatársad ugye elkezdi megvalósítani ezt a tervet. Te pedig amellett, hogy támogatod őt, csak a havi száz pontos aktivitásodat teljesíted. Ugye ebben az esetben nincs 60%-os bónuszod, de az első héten a munkatársad első eladott átcsomagja után ugye meg fogod kapni a 10%-os bónuszodat. Ugye a második héten szintén megkapod a második szint 10%-os bónuszát, és a harmadik szintről is ugye lesz 5%-od. A harmadik héten már ugye a negyedik mélységből is érkezik az 5%, és ugye a negyedik héten pedig már folyamatosan mind a három mélységből érkeznek a különböző értékű csomagok bónuszai. És ugye az első hónap végén már kerestél néhány tízezer forintot, ugye csak mélységi jutalékokból azzal, hogy egy munkatársad elkezdett dolgozni a DSP-vel. A következő dián pedig ugye látható, hogy mit jelent mindez a számodra, ugye a második és harmadik hónapban, és ugye láthatod a harmadik, vagy a három hónap összesített egyenlegét is, ugye hangsúlyozom abban az esetben, ha a te számodra már letelt a direkt DSP értékesítés időszaka, és csak egyetlen egy új munkatársat kezdett el aktívan dolgozni a DSP-vel. Tehát én azt gondolom, hogy bátran leszámolhatunk azzal a tévhittel, hogy ugye a DSP-vel csak az első néhány hónapban lehet jól keresni, hiszen a második, harmadik, negyedik szintű mélységi jutalékokból is bármikor nagyon komoly bevételre lehet szertenni, ezért én azt gondolom, hogy érdemes folyamatosan fókuszban tartani a DSP-t. Persze nyilvánvalóan ugye mindenki számára máshol vannak ennek a fókusznak a súlypontjai. Ugye az új belépők, új tagok számára nem tudok ennél jobb lehetőséget a tényleg dinamikus és gyors elindulásra, így ebben az esetben mindenképpen érdemes arra fókuszálni, hogy hogyan tudod kihozni a maximumot az első három hónapból, mert igazából ez majdnem egy évre előre Meghatározhatja a bevételeidet. Tehát érdemes már akár a csatlakozás előtt, vagy közvetlenül a csatlakozás után tervet készíteni arra, hogy kik azok, akiknek meg fogod mutatni a lehetőséget. És itt ugye konkrétan két nagy kategóriában érdemes gondolkodnod. Ugye neked elsősorban vagy olyan emberekhez kell eljutnod, akik pénzt akarnak keresni, vagy pedig olyanokhoz, akik megengedhetik maguknak, hogy elköltsenek néhány tízezer forintot úgy, hogy ezt az összeget teljes egészében vissza fogják kapni, sőt ennél egy kicsivel többet is. Ugye régi tagként pedig érdemes egy kicsit újra értelmezni és újra felfedezni a DSP-ben rejlő lehetőségeket, és érdemes ugye a harmadik hónap leteltével is komolyan számolni a program hatékonyságával. Egy csomagot korlátlanul lehet értékesíteni folyamatosan, a hagyományos marketingterv szerinti bónuszt ki fogja fizetni a cég a harmadik hónap után is, és az előző példában ugye látható volt, hogy milyen nagyságrendű jutalékot lehet elérni, akkor a te magad már nem részesülhetsz az extra bónuszokból, de az új munkatársait aktívan használják a, DXM, a DSP lehetőségét. Én azt gondolom, hogy mi itt a dx ben nagyon kivételes helyzetben vagyunk, hogy a cég egy ilyen a világon egyedülálló lehetőséget biztosít a számunkra, mint a DSP, és ugye már nagyon régen nem az a kérdés, hogy lehet-e a dx ben gyorsan komoly pénzt keresni, hanem ugye csak az a kérdés, hogy te magad készen állsz -e egy dinamikus startra, vagy akár újrakezdőként egy restartra. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és nagyon sok sikert kívánok mindenkinek! Sziasztok!